négy meccses, sőt, ha a HEP Kupa két mérkőzését is számoljuk, hat meccses idegenbeli sorozatát kezdte Győrben a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az első negyedben 8 pontos előnyt szereztek, a második 10 perc viszont 2 ponttal a hazaiaké lett. A folytatásban szigorított védekezésén a vendégcsapat, és mivel a támadások is gördülékenyen folytak, nőni kezdett a két csapat közötti különbség. Végül 109 pontot szerezve magabiztosan nyerték meg a találkozót Nagy Krisztiánék. Sikerült egy könnyű mérkőzésen nagy arányú nagy különbséggel nyernünk. Nyilván benne volt az is, hogy készültünk a mérkőzésre, mindenképp győznünk kellett. Nagy ritmusba kezdtük el a meccset, nekik pedig voltak hiányzóik, ami még jobban megnehezítette az ő dolgokat. Többen 10 pont földobtak, illetve Ivánnak kiemelkedő volt az assziszt, a 17 asszisztos átlaga. Úgy gondolom, hogy igazi csapatmunka volt, kiszolgáltuk az éppen azt a játékost, akinek éppen ment. Úgyhogy mindenki megtette magáit. A nyíregyházi csapatból 6 játékos is 10 pont fölött zárt. Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, kellemes gondot jelent a szakmai stáb számára az, hogy többen is képesek kiemelkedő teljesítményre, igaz, Fazekas Csaba hazatérésével néhány játékosnak kevesebb perc jut a pályán. Egy edzőnek mindig ugye ez a kellemes probléma, viszont a játékosoknál ugye mégiscsak el kell helyezni azt, hogy kinek mennyi játékperce van. Volt néhány játékos, aki jött hozzám, hogy ebben az időszakban most ez hogyan is fog alakulni, de úgy gondolom, hogy sajnos a kosárlabdázásban, illetve a csapatsportágokban a pályán kell bizonyítani, és próbáljuk ezeket a dolgokat kezelni. Dolgozunk pszichológussal is, úgyhogy bízom benne, hogy megfelelőképpen helyre fog ez kerülni, de talán most már ez a Győr elleni mérkőzés is bizonyította, hogy azért kezd kialakulni ez a hierarchikus rend, ami egy picit talán, nem azt mondom, hogy megbomlott, de egy néhány ember fejében bizonytalanná válhatott a Csabi hazaérkezésével. Az NBA egy piros csoportját az oroszlány vezeti 16 győzelemmel és egy vereséggel. A 12-5-ös mutatóval álló Nyíregyháza szombaton a budapesti Honvéd otthonában lép pályára.